Jó napot kívánok, Varga Ferenc vagyok Kölesdről. Üdvözlök mindenkit a 9. regői főzőversenyen. Imár addig sokadik alkalommal ugyanazon csapatokkal is találkozunk, egyre bővülünk, ennek nagyon örülök. Megkérnék mindenkit, hogy a főzőverseny időpontját, a leadás időpontját többel kevésbé tartsa azért be, 14 óra lenne. A segítők majd behozzák az ételeket. Mindenkinek jó szórakozást kívánok hozzá. Köszönöm. Na, egy kis figyelmet, tehát ez a nevezés úgy fog működni, hát mindenki húz majd egy sorszámot. Tehát a félreértések elkerülése véget. Tehát húz mondjuk egy 45-ös sorszámot, akkor azt kell megjegyezni, és megy egy író hölgy, aki összeírja ezeket a sorszámokat, lesz egy jelige, egy valamilyen csapatjelige, lesz egy ételmegnevezés, és majd lesz egy név, amit csak az fog tudni, tehát a zsűri nem tudja azt, hogy ki főz. Tehát ő semmiképp sem fogja meg, csak a végén fogja tudni meg, hogy ki az, aki főzte. De akkor is, amikor vége van és van az eredményhirdetés, csak azért lesz a név, de jeligére fogjuk kiadni az okleveleket vagy az érmeket, tehát a jeligére. Arra majd nagyon kell figyelni, tehát nem azt fogják mondani, hogy Róka József nyert, mert szerintem az idén nem biztos, de attól függetlenül erre fogják írni. Amit én kérnék, tehát amiből mindig félreértés van, a fűszerezésre, tehát a zsűri nem mondta, a fűszerezésre, tehát ami lényeges, nagyon figyeljünk arra, hogy ami tényleg lényeges, a török paprika, bors, só, amit régen is szoktak, mert nagyon sokan beleteszik a különböző fűszereket, és kész, így pak, elment a kaja, és utána jön, hogy mert én nem nyertem, mert miért nem nyertem. Tehát, ha van egy borókabogyó, abból lehet, hogy csak 3 szem kellene, ne 6-ot tegyünk már. Tehát azért erre figyeljünk oda, mert azért van, akinek jó a szájízlés. Jó? Tehát az időpontra meg az a lényeg, hogy arra meg amúgy, hogy azért mindenki, nehogy 3 órakor még azt mondja, nincs kész. Tehát van majdnem mindenkinek 4,5 óra, hogy megfőzze, vagy elindítsa. Hogy? 2-től, de 3-től. Ahogy készül a kaja, folyamatosan lehet hozni. Tehát egy halászlének nyilvánvaló most főrakja 1 óra. Ha nem, már kész van, Józsi. Akkor te már nem is indulhatsz. Te már végeztél. Úgyhogy... Tehát erre kell figyelni, meg a fűszerezésre. Nehogy az legyen ám, hogy basszus, mert én nem nyertem, mert ez meg az van. Tehát egy török paprikánál is nagyon el lehet szúrni a dolgokat, ha nem olyan a paprikának az ön. Vagy ha egy cseresznye paprikával többet nyom bele. És akkor azért, mert több volt a pálinka, akkor azt gondolja, hogy az övé volt a legjobb. Tehát azért erre figyeljünk. Na most akkor a díjazásról beszélünk, tehát a bográcsos kategóriában lesz egy első, második, harmadik díj, és lesz egy külön díj. Ha jól látom, akkor lesz egy egyéb kategória, ott is 3 díj lesz. Lesz egy zsűrinek a külön díja, akkor ha jól tudom, akkor lesz egy külön díj, amit majd én adok csak át annak, aki úgy gondolom, hogy megérdemli. És lesz még egy leves kategória is. Tehát külön egy leves kategória is, az is 3 díjat fog kapni. Tehát most egy kicsit bővítettük a dolgokat, mert hála Istennek elég sok a nevező, meg elég sok fajta kaja lesz. Tehát úgyhogy... Tessék? Hát azt majd, ha itt megmondjátok, hogy hányat fajtát főzünk, akkor esetleg tudjuk. Az egyéb kategória. Az egyéb kategóriában én szerintem az ilyen sültek fognak beleférni. Tehát az, ami tárcsán készült, vagy gréleznek. Minden, vagy, ami nem főt, rá, igen, igen, vagy éppen, bográcsba. Tehát ami nem bográcsba készült, tehát mondjuk cserébe készül valami, az egyéb kategóriába sorolható. Tehát ami bográcsba készül, mondjuk a pörköltek általában az 4 díjat fog érni, de a leves kategóriában is az lehet úgy érteni, hogy halászlé, lebbencsleves vagy akármi, az 3 díj, tehát ki hogy indul, jó? Úgy nagyjából elmondtam mindenkinek, hát mindenkinek akkor tűzgyújtás, hadd menjen és akkor figyeljük. Majd figyelem azt, hogy ki az, aki készre hozta a kaját. Az veszély. Haladjuk a mikróba. Ja, egy pillanat, várj, jöjjön vissza mindenki. Hát a polgármester szeretne egy pár szót mondani, azt még hallgassuk már végig. Hiányoltuk már a polgit, hiányoltuk. Nagy szeretettel köszöntöm Önöket, és minden kedves vendégünket. Külön köszöntöm a főzőverseny szervezőit és résztvevőit. A technikai részleteket már elmondták ugye a Józsiék.
Nagy örömre szolgál, hogy mindig jelentős számban tisztelik meg a rendezvényt, mert tudjuk, magán kezdeményezésre indult, de a legőkösség önkormányzat és igyekszik anyagi és eszköztámogatással biztosítani, hogy a jövőben is továbbra is megvalósulhasson. Büszke vagyok arra, hogy évről évre nem csak a részvevők száma nő, de az elkészített ételek íze, harmóniája és tálalása is egyre színvonalasabb. Szokták mondani, amit eszel, azzá leszel. Ma már mindenki tudja és érti, hogy milyen nagyon fontos egészségünk megőrzése érdekében az, hogy ne csupán ízletes és mutatós legyen egy étel, hanem az egészségünket is szolgálja. Én bízom abban, hogy erre a versenyzők is fognak az évek múlásával mind nagyobb hangsúlyt fektetni, bemutatva, megtanítva mindent, csodálóikat, hogy hogyan kell ezt mesterfokon űzni. Természetesen itt ma nem egy stresszes megmérettetés, a másik legyőzése a lényeg, hanem a vidám együttlét, a főzésben megért öröm, az, amire helyeződik a hangsúly. Szeretném megköszönni a sok fáradozást a szervezőknek, hogy nekünk itt ma egy várhatóan vidám, finom ételekkel gazdag, programokban bővelkedő napot biztosítottak. Remélhetőleg az időjárás sem teszi tönkre, reggel próbálkozott, de akkor is mi nyerünk. Szeretnék mindenkinek jó szórakozást kívánni, a versenyzőknek sok sikert, a szervezőknek, a fellépőknek még egyszer köszönetet mondani, és köszönöm, hogy meghallgattak. Hajrá mindenkinek! Hello, sziasztok! Szakás, ki az aki? A Pesti Józsi bácsi, a Szakás, meg a Monika. A Józsi bácsi. A fiúk a Szakás. A fiúk. Kéne egy sorszámot mondtanak előre. 14-et puszti. És egy fantázia nevet a csapatnak a nevét. Jó napot kívánok, üdvözlőre. Még semmi. Szia Géza. Sziasztok, hello. Na mindegy, várjuk, majd történik. Hogy elnéznek vagy? Néznek, hogy hányos az helyesen. 27-es. Nagyon jó. Jó szám. Jó. Kinek fantázia név? Nővérek. Sírborádai. Sütek. Fantáziára nem mozgatja. Ja, tényleg fantázia név volt. Mert a mi igaz, az nem fantázia név. Barátai. És az étel megnevezése? Pincés pörtöt. Még legyen szület? Pincés pörtöt. Zárójelben egy év. Ahogy kikerül. Nem? Jó lesz. Jó. Akkor... Egy rendes nevet is szeretnék kérni. Renémet? Igen. Mint leszek bajok. Pesti József. Te dolgoztál ide, kutom, nem? Ugye? Jó, köszönöm szépen, sok sikert! Igen. Jó napot, csókolom! Máris! Gyuri! Gyuri, gyere! Mennyit kell fizetni? Semmennyit nem kell fizetni. Ez a versenyből nevezés. Egy sorszám a teljes versenyből. Igen, legalább is úgy eszik. Kíváncsi vagyok. Kérlek, fantázia név. Csilla! Adjatok valami nem. Milyen neve? Fantázia neve. Fantázia neve. Fantázia neve. Hát az egyik szót azt már tudom, az lesz, hogy csak nem tudom. Jó, jó, jó. Már tavaly is az volt, de jó lesz. Emlékszik rá. Hihetek vagyunk. De most egy kicsit szívósabb lett. Szívosabb örök itt. Tolnai alas. Ők a tolnai örök is jön, tudod? Tolnai. És egy nevet szeretnék kérni? Szívos György. A Horváth István. Én nem. Nem is. A fejem a Szakásnak. Jó napot, szevasztok! Akkor te vett se kell dugni. Nem, azt nem kell. Az se rossz. Nekem nem. Szeretnék kérni egy fantázia nevet. Jutka néni! Egy pillanat. Egy pillanat. Jutka néni! Jó, okay. Egy pici ide, gyere! Jöjjenek ide! Jöjjenek, ma maradnak is vannak elképzelései. Miért sűrűs?
Fantázia. Álló, szia! Jó, kívánok! Akkor én milyen fantázia nevet találjunk? Akkor? Hát a, nem, nem jó VP. Az jó? Jó! Jó, akkor V pont, igen, P, igen, C. Jó, ennyi? Igen. Jó, és az étel megnevezése? Marha lepszer. Pörkölt. Szia! Jaj, a Géza fog bennünket itt futó. Jó, ne! Jó. Na, mi lesz a fantázia nevünk? Hát akkor az, most nem tudom, mit tudom elállni. És akkor egy nevet szeretnék, Olá, aki Klára. Ki fog majd menni vette a szakács. Ő a szakács, ő a séf. Igen? Egy nevet? Olá, Klára. Olá. Ja, oké. Okay. A legcsinosabb hölgy itt a sátrak alatt. Nekünk még nincs sátor, de mindjárt lesz. Jó, jó szívem. Hát nem is kell. Köszönjük szépen. Szabadikáról. Hello. Sorszámot, nem tudom ki a szakács. Én. Én vagyok a szakács is, kupta is, minden. Visszahozom, jó? Jó. Egy fantázia nevet szeretnék kérni. Buhini borjú. Buhini borjú. Az a kaja neve, de a fantázia ja. név az más. Egyen csak a népszerűsége. Ja, az meg... Palatka. Palatka. Palatka? Ja. Bohini, igen, 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 igen. Pintér Zoltán. Hely, jó napot! Sziasztok! Szeretnék egy fantázia. Étel megnevezése vörös, boros, sertés, pofa, pörkölt, csülökkel és gombával. Vörös? Vörös, boros, sertés, pofa. Igen. Pörkölt, csülökkel és gombával. Szeretnék kérni? Sorszámot nem tudja. Na, de hozok egyet. Jó. Egy. Ha. Igen? Mondjuk. Kettes. Jó. Egy fantázia nevet szeretnék kérni. Csapatni. Áron. Jó. Egy étel megnevezés. Mondja, hogy mangalica, körmös, csülök. Jó, és egy nevet szeretnék kérni. Mondja a nevemet, hogy amit képviselek. A nevét. Bató Roland. TH hosszú. Jó napot! Róka József és csapata. Jó, kívülről megy. Egy sorszámot szeretnék még az 20-on. Egy. Egyás. Egy fantázia. Az igen, ez a végeredmény is már jó. Ó, az már jó. Az már jó lenne. Fantázia név. Csapatnév, fantázia név, mindegy. Jó. Hát mit tudom én. Ja, találjunk ki valamit, mit tudom, mi volt az utoljára, valami Tamási... Igen, valami Tamásival kezdődött. Tamási baráti kör. Legyen Tamási baráti kör. Kakas pörkölt Harryval és Zuzával. Nem viszi oda, aki főzött, hanem... Az Anett fogja oda vinni a szám alapján, tehát nem név alapján. Jó, jó. És szeretnék kérni egy nevet. Róka József. Róka József? Igen. Jó, hát...
szeretnénk kérni egy sószámot, valaki húszámot. Na, kétszer. Megszám. Kettőt fogunk főzni, jó. Akkor kettőt sem. Igen, két külön ödési lapot írunk majd akkor. Ezeket. Mit húztál meg, mondod nekem? Milyen számot? 49. Oké. Okay. Kellene egy fantázia név, egy csapatnév. Akkor jó lesz a nem szabványos bambújás. Az a neve az ételnek, de egy csapat neve. Ja, hú, azon nem van. Mi legyen a csapat? Lehetetlen négyes, Péter, ma volt egyszer. Lefőzhetetlen négyes? Ja. Jó lesz az. Jó, teljesen. Ételneve? Hát a nem szabványos babgulyás. Jó lesz az? Vagy babgulyás, hogy mi szeretjük? Melyik legyen? Na csak választ. Akkor legyen? Mely? Válasz te, Péter. Nem szabványos. Akkor a nem szabványos babgulyás. Mert ebben lesz más mindenféle fűszer. Ha tetszik, ha nem. És egy nevet szeretnék kérni? Hanta Csaba. Még egy sorszámot, jó? A másik ételhez is. Ez pedig 51. Na, mi lesz a csapat neved? Hát az jó, de főzhetetlen négyes. Ugyanaz. Vagy Tizsókával külön csapatba vagy? Nem tudom, szerintem megyünk. A fajtás kurva az jó. Jóka, mi legyen a csapat neve? Legyen a lefőzhetetlenek. A lefőzhetetlenek. Jó. Tejbegríz? A la Peti. Tejbegríz? Vagy mi legyen? Na, Péter, Tejbe Peti. Az jó lesz, Tejbe Peti. Jó. Ügyes vagy, nagyon. Jó. És akkor egy nevet szeretnék kérni? Péter. A lefő. Antal Péter. Antal Péter. Sziasztok. Szia, szia, szia. Már itt vettelek, hogy nem figyeltél. Nem figyeltem, hogy voltak fel. Semmi gond. Csapatnevet szeretnénk kérni. Külön fűzőnök. Akkor te is fűzőnök. Vagy csapatnevet mondja, amire nem is kell. Akkor külön. Kis mosolygós. Tavaly is ez. Én nem. Maradunk tavaly. Jó, az étel megnevezése. Jó paprikás. Jó paprikás? Igen. Hát azt mondja a pályára, hogy mi van? Lopod az autót? Menjed közben, vinnyó. Hát kulcsa volt az autó, te meg így. De nem nyitott ki. Egy nevet szeretnék kérni. Azt mondja, mindig vissza kell. Mire beültem volna, addigra nem jelent. Rá kell fordítani, ki kell nyitni, azt úgy kell bejött. Meg kell. Ügyesen ki kell nyitni, és beültni akkor. És akkor most mi van? Ott van most nyitva. Jó ez. Jó, hát akkor meg. Főzőként így külön főztök, vagy hogy van? Még egy külön főzőként? Igen, persze. Jó, ja, jó. Jó. Egyet húztam. Egyet jó. Mi az? Mi a sorszám? Egy 43. Jó. Egy csapatnév szintén. Mosolygos. Jó, étel megnevezése? Marhapulkör. Borzanyára. Mivel még egyszer? Sósburgonyára. Jó, és egy rendes nevet is szeretnék. Kertész István. Hát egy fejre legyen szerintem. Igen, azt legyen erre. Ha köszönjük! Jó, köszönjük szépen, sziasztok! Jaj, bocs. Késelmi baj, azt közelem megyünk. Jó.
vagyunk a szomjas űrgék. Ezt meg kell őrizni. Az Erzsike tud róla, hogy ti vagytok a szomjas űrgék? Persze, jön majd az is. Étel megnevezése? Birka Pörkö. Mi vagyunk a szomjas űrgék. Jó, és egy nevet is szeretnék kérni, egy rendes nevet? Szövek jó. Még egyszer? CD, Csövák Józsa. Jó. Köszönöm szépen. Makos János barátunk, a kemény mag. Hány szóltán vagyok? 7-es. Nem, 40-es. Elnézést. Hogy visszerele? Így összehajtva. Csapatnevet szeretnék kérni. Az mi az? Mi az a csapat? Fantázia. Most elmondom, az jakunkban úgy is tudják, hogy ki az vagy mi. Mindegy. Utána? Ezt megkérdezni? A más talán. Lehet a misunk is sokkal. Az lesz az ételneve. Jó, az lesz az ételneve? Értem. Jakumó csapat, Y-na. Úgy van, Jakumó. Igen, igen, igen. Ez bejáratott már az interneten is, igen. Étenek a neve? Az a Misó. Az meg itt van a Ádám. Jaj, de jó! Ne van védve. Védve. Lakos Jár. Lakos? Lakos Jár. Nem, ez már most jó néz ki. Hát visszakerült. Figyelni, mert nehogy sok legyen neki a kánikula. Köszönjük, szia! Hogy nagy úr a barátunk. Milyen nevet, hogy mit? Saját nevünket? Először csapatnevet. Először csapatnevet. Jó, mindjárt gondolkodok, hogy jó, nyugodtan. Lehet őrzővédő is, mint ja, ahogy voltál, nem? Mert az nem jó? Azt nem akarok, nem. Jó. Legyen démon. Démon? Igen, démon. Jó, rendben. Ételnevet szeretnék kérni? Hát ez egy birka pörkölt lesz. Már tanúsítottam, hogy nincsenek démonjai, de... Nincsenek. Ki tudja. Ki tudja. Bevadulok aztán, hát meg démon. És egy nevet szeretnék kérni. Hajnal Gyula. Hajnal Gyula, Hajnal Gyula. Hajnal? Hajnal Gyula. Ez meg is jól néz ki. Már most is jól alakul, meg később milyen lesz. Igen. Aztán erre gyere ide. Szuper. Köszönjük és sok sikert akkor. Szakácsot szeretnénk kérni. Addig reteszkedjük. Szakács nevezetünk vagy szakácsot? Jó, majd ezt a kívánok. Ne rúgd föl, kérlek szépen. Ne rúgd föl a cirkusz. Húzzak egyet? Mert utána szenvedem, ott van. Húzzuk egyet. Basszus, ez vagy 30-valahányos, vagy 3-as. Hát nem mindegy. 3-as. Na, bonts ki, légy szíves. Ja, hogy ki kell bontani? Hát, úgy nem tudom, igen, máshogy. Ó, drága, 30-as. Ez nem 3-as, ez 30-as. Egy csapatnevet szeretnék kérni. Milyen csapatnő? Van nincs? Te vagy egy csapatnő. Hát, sima mezei. Mezei? Jó. És akkor a kajának a nevi? Igen. Karaszifoki harcsa pörkölt. Karaszifoki harcsa. Visszaadjam a harcsa? Nem. Nem adom vissza. Elteszem. Jó. Egy teljes nevet, de azért Mezei tudom. György. Lakhely, anya neve 3 példányban. Bankszámlaszám elég lesz, köszönöm szépen. Igen, tudom, és a bankkártya is. Csak ismerkednék, bankszámlaszám, PIN kód. Tudom, le akartam épp adni, de félbeszakítottak. Lakcímkártyaszám. Sok sikert kívánunk, köszönjük szépen. Jó. Köszönöm szépen. Tapasztalt főző asszony. Ó, ez. Ó, 29. Nagyon belehúzogattak egymás után. Igen. Fantázia név. Mármint, hogy mi? Gabriel. Gabriel? Taxi? Nem, Ruzsa Magdi szám. Ja! Igen, az étel megnevezése. Farkadja, nem az arka, a fas. Köszönöm.
mit írjak névnek? Hát az enyém. Erdős Rajs György? Igen. Gondoltam, beírom aput, mi? Ja, te már tudod a végső helyezéseket? Én már igen. Én már a persze tudtam. Sorszám szerint vannak a helyezések. Igen, hát akkor én 30-adik, az jó. Belül az jó. Vagyok akkor. Igen. Az emlősz feleség. Igen, hozzád jött. Ez a tiédé? Hozzá egy sorszámot, legyen szíves. Kedves uram. Szerintem maga ez? Nem, de vicces. Kis nyissam? Igen, vicces. Uha, 45. Ez a helyezés sorszáma, a végső helyezés sorszáma. Erősen kétlem, de ügyes próbálkozás. Jó, csapatnevet szeretnék kérni, igen? Pornópacok. Ételnevet? Sertésragú vadászmódra. Zsemlegombolt szar. Azt is? Egy nevet is szeretnék kérni? Keresmény. Tudom, hogy tudja. Sok sikert kívánok! Nézzek oda! Nem tudom, de valami nagyobb. Engem tényleg magásztőt? Vicces volt. Ez tudod, elnézést sápítom meg, hogy kit magátok is szegetek. Igen, adj rá egy fantázia nevet, egy csapat nevet. Közöm, Krista vagy. Mert se találsz ki. Semmilyen. Nem tudom tovább, mi volt. Közben húztam két számot, jó, amit ott tettem. Túlságosan megbízom benne. Micsoda? Harcgyöngye. Jó. Máshol tudok. Amit jó, egy ételnevet, bárányragú. Most több viccet kivél van, ami legkorábbi időpont, amit lehet adni a kaját? Amikor kész viheted. Igen, csak délután kettő az a végső. Hogy hoztam ott bármikor. Igen, végtök majd töltjük a kérdőjévek, jó? Figyelj, átlátszik, hogy sokan nem tudom. Na, 11. Na, nekem tudom szívni, ne? Egy csapatnevet. Jajjaj, várjál. Legyen. Malasztúrta búza. Malasztúrta búza. Mit tudom, hogy a búza? De búzóra lesz. Várjákon bekapcsolom újra, mert ja, igen, most mond. Nekem a Herr Gábor a segítségem, aki otthon még mindig alszik, mert hajnali 5-ig ivott. Nekem ilyen segítségeim vannak. De léletben támogat szerintem. Én nem is üdvözlöm, hogyha látja ezt a felvételt. Kajából nem eszik, az biztos. Ezt ma nem tudja megnézni. Jó van. Köszi. Köszönöm. Hello, szevasztok. 13-as. Jó, csapatnevet szeretnék kérni. Legyen 2018 sükös. Jó, egy ételnevet. Birka pörkő. És egy nevet is szeretnék kérni. Gyalus Csaba. És mit főztök? És mit főztök? Birka pörköl. Birka. Köszönjük szépen, sok sikert! Hello, szevasztok! Léber János rét.
Ez egy csorszámot legyen szíves húzni. Mondanám az. Húzd ki a nyerőszámot. Melyik a nyerőszám, sorszám, ilyen szíves? Az ötös. Tudjuk a nőket befedre? Csapat nevet. Pillangó. Pillangó? Jó. Mert különben azt szeretnék lenni, hogyha lehetne. Hogy ételneve? Bedarém a fará! Fával? Ha-ha. Huli-huli. Jó, és egy nevet is szeretnék. Csirke különben. Nekem mindegy. Egy nevet, aki a szakácsért a szívem. Én. Léber. Léber. Sziasztok, hello! Jó napot! Hello, szia TV-ké! Hello, szia, 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 szia! Mondjam is meg! Igen, legyen! Hát ez a 24-es. Halkas úr! Csapat nevet. Halkan! Re! Igen! Kötőjel, meg a KFT. Jó, és egy étel megnevezés. Na, mit főzünk? Mit főző? Marha pörkölt. Marha pörkölt. Jó, és akkor szeretnék kérni egy nevet. Dávid Tibor. Visszaírnak a nevedet is. Köszönjük szépen! Jó napot, szevasztok! Mi, szeretném kérni, hogy húzzon egy sorszámot. Becsukott szemem. Igen. Megmondhatom? Igen. Kérem. Köszönöm, 26-os. Ezt tegyem el? Igen. Egy csapat nevet szeretnék kérni. Sörívó. Kedvan elő. Azért elmehetnek a felé. Jó, egy étel megnevezést. Karcsegvét. Karcagi birkapörköl. Ugoriku. Nem idom oda. És egy rendes nevet is szeretnék kérni. Ilyen sok az a jó. Köszönöm szépen, sok sikert kívánok. Köszönjük szépen. Mindegy, hogy donna. Na, 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 na. Az egy? Nem, az kettő. Hát ez jó. Jaj, ne! Annyira nem szeretem. Megnézzem? Igen. Téged szeretlek, de azt nem szeretem. Aranyosé, köszönöm. 41. Jó, egy csapat nevet kérni. Rekreakárti. Recrea. Dusz a karaoke? Jó, és egy étel megnevezést? Jeligéve? Bármilyen. Pörkölt. Szarvas pörkölt. Szarvas pörkölt. Jó hangzik. Egyetek már negatívak. Nem kéne ide fordítani. Arra a lányokat. Lányok se szeretik. Szeretik. Egy nevet is. Hello. Szia. Sorszám húzása. Megkérdeztem egy kérdőtöket. Meg is kell mondanom? Igen. Honnan tudtam, hogy elfogadom? Igen? 42. Jó. Csapat neve? Akkor Donkó. Egybe? Simán csak, hogy Donkó? Egybe? Nem, Kóp. Kóp. Így, Don? Igen, C-O-O-P. Kóp. Jó, oké, bocsánat. Jó. Étel megnevezése? Ez marha. Lápszár. Marha. Borgandolás. Borgandolás. Jó, köszönöm szépen. Hello, szevasztok. Szerencsétlen, azt hiszem. Szokács a felelősség. Okay. 17. Oké, okay. Egy csapatnevet kérnék. Kupec BT. Kával? Aha.
CZ vagy sima C? Sima C, kupec. Mint a kupec. Lókupec, jó, oké. Étel megnevezése? Pikán sertés pörkölt. Kapros, túrós, galuskával. Csak magán Zofi. Sziasztok! 33-as. Ki egy csapat nevet kérni? Tele vagyok, de még fél. Kakas pörkölt Zuzával. Jó. Nem flip, Nati. Sima így? Igen. Sziasztok! Pont lelőttem! Mi van, két sorsan legyen szíves húzni? Nem beszélt benne, azt mondtam. Nem, azt mondtam. Mi csak közt. Jó, oké, rendben van. Hát akkor minden jót. Háló, szevasztok! Egyen lehet nevezni, vagy kettővel is akár? Kettővel is akár. Két sorszám? Igen. Jönöm ma. Mondtam, az a ragyásabb az lesz, hogy kettes. Egy hiány 20. Jó. Egy csapat neve? Egy hiány 20. Jó. Ez nem az életkorra vonatkozik. Ha már egyszer így alakul. Étel megnevezés? Kaja. Az... Majd külön. Lesz az egyiket talán? Minek nevezzük a töltött káposztát csülökkel? Nevezzük töltött káposztának csülökkel. Csülök. Bácsi, mondd neki, Lajos bácsi szeretnék zenét. Mondd neki. Hát a barátok vagyunk. Mondjatok, jó. Jó, majd Kitti néni elmondta a dolgokat, és utána lesz zene, jó? Oké? Na. Igen. Gyertek. Anikám alakul. Amíg teszek bele húsznámot, csak csont van benne, meg bőr. Oké. Mindig jó néz ki a tér. Akkor lesz a legszebb, mikor lezárom, és akkor földobja a színét a paprika, hogy jöjjön a tetejére, és jöjjön a tiszta piros. Alakul. Alakul, persze. Kezd jól kinézni. Egy kicsit meg kell remegni. Meg
melegeket cserít. Vannak bejúanyagok. Eltűnt a teatolás. Miért? Mit csináltak? Milyen tojás? Kettő teatolás van. Szorgos hirtelen ember, ez igen. Gábor nem ébredt föl? Jaj, jó napot! Hello, sziasztok! Hello! Sorszámutás. Egy étel vagy két ételre? Kettővel. Jó. Csapatnevet szeretnék kérni. Még egyszer? Mit milyen legyen a csapatnevét? Legyen a Tiani neve. Kelemen Ákos írják. Kelemen Ákos. Csapata. Nem csapata. Csipacsok. Családja. Családja. Így van. És családja? Családja, igen. Jó. Mit? Jó, az ételneve? Marha perkölt lesz. Tudom, hogy kérem, Ákos? Igen. Ez van a húst. Jó, akkor lesz még egy. Igen. Amit itt kaptunk a csortán. Jó. Oké. Csapatnév ugyanaz legyen igen. Van? Igen, ugyanaz. Jó. Hello, hello, see ya.